Befőző automatát kapott több jászkunsági település. Az adománygépek jóvoltából többek között a nagy családosok számára is lehetőség nyílik, hogy helyi alapanyagokból egészséges termékeket készítsenek. A Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2016 óta szervez ételbemutatókkal egybekötött közéleti kerekasztal beszélgetéseket. A gyermek étkeztetésre, valamint a helyi termelők lehetőségeire fókuszáló missziójuk az elmúlt években magántámogatók jóvoltából házi konzerváló automaták ingyenes kitelepítésével is kiegészült. Az adománygépek jóvoltából önkormányzatok, civil szervezetek, nagycsaládosok, valamint helyi kis és őstermelők számára nyílik lehetőség, hogy helyi alapanyagokból egészséges termékeket készítsenek. Karcagon Huba Imre mondott köszönetet. Nagyon nagy jelentősége van a helyi termék előállításban, helyi termék feldolgozásában és közvetlen értékesítésében, akár a köznevelési intézményekben, akár máshol, a közétkeztetés bármely más ágában magasabb feldolgozottsági fokoknak és a magasabb feldolgozottsághoz tartozó hozzáadott értéknek. Ugye nem csak az önellátásra képes az, aki saját maga termeli meg az alapanyagot és fel is tudja dolgozni, hanem ahogy azt a szervező úr is mondta, itt akár egy többletjövedelem elérésére is lehetőséget biztosít a felesleg piacra, vitele a felesleg értékesítése. Láttuk, hogy korábban a szociális célú foglalkoztatás vagy a közcélú foglalkoztatás milyen lehetőségeket adott a települések kezébe. Nagyon sok település indult el ebbe az irányba, hogy feldolgozó üzemeket létesítettek, amihez később az alapanyagot is megtermelték, vagy fordítva, alapanyagtermeléssel kezdtek, és látták, hogy ennek milyen jó helye lenne feldolgozott formában, nem csak alapanyagként, hanem feldolgozott formában is a közétkeztetésbe, és bizony ezzel nagyon komoly terheket is le tud venni egy önkormányzat a saját válláról, hogyha a közétkeztetésbe saját maga megtermelt alapanyagokat visz be. Ami pedig az élelmiszerek rövid útját jelenti termőföldtől az asztalig, pedig még fontosabb a helyi termék, mert az ökológiai lábnyom tekintetében nem mindegy, hogy mennyit utaztatjuk az élelmi alapanyagokat és a közétkeztetés, ami Magyarországon, ha figyelembe vesszük a reggelit, a 10 órait, az ebédet, az uzsonnát és a vacsorát, akkor közel 20 millió adag étel készül egy nap a közétkeztetés számára, és nagyon könnyű kiszámolni, szinte a nemzet fele érintett ebben a tekintetben, gyermekek, idősek, szociálisan rászorulók, gondozottak, vagy éppen a fogvatartottak is, ők is egy komoly részesei a közétkeztetésnek. Tehát jó, hogyha egy önkormányzat képes arra, és akár egy közösség is, egy települési közösség is, vagy önkormányzatok társulásai képesek arra, hogy összehangolják az alapanyag termelését, a feldolgozását és a közétkeztetésben, vagy pedig a helyi piacokon, helyi termékboltokban való értékesítését.